Még egy nem megyek, az meg elültem egy labdáj, négyet adtam vissza. Ez így van, jó helyen voltam. Jó helyen kellene. Hát akkor most megyek Ez a! Ez a Viktornál az ő kezdve. Állj elé, valaki jöjjön, nem, nincs elosztva. Na! Szóper! Jó! 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 Rosszul lehet nagyon. Nem baj, te próbáltuk. Nem baj. Rosszul lehet nagyon. 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 Szarka egyszer, jaj, sajnos oda az idegbeteg belejött, hát ez van. Nincsen visszajátszás, mert anyagi költségek, meg minden egyéb, és nem tudod beszélni, azok korlátozottak, mint a képességei. Szarka nagyon gyorsan fut, de ezzel az olimpián nem vett részt. Lendít, remek volt, Fantos veszi át, remek csel, vas, ráfordulat, balra nem vállalja el, jobb bal csőrrel, még egyszer, ó, kimarad. Idegbetegni a labda. Berakja középre. Csapattársai értetlenkedve néznek, de kimegy. Bedobál. Úgy gondolja, dobjunk mi. Jó. Vas nyugtázza. Behajítja. Fantos, ezt el fogja lőni. Nagyon jó lövést mellé. Remekül fut vissza. Tudja, hogy nem volt rossz lövés. Ismételten nincsen ismétlés, mert miért lenne? Eddig se volt, úgyhogy nehogy már számon kérjétek nézőt. Olyan termete van, hogy fut. Szlovéniában nincsenek meddig, de lehet, hogy ő az. Idegbeteg indít. Viktor leveszi. Szarka. Levette, passzol. A nagyon jó vas, indul el a jobb oldalon. Megszerzi. Remek csel, és ez szöglet. Kirúgás gyerekek felszólítással mutatja a sportárs, hogy hát ez nem szöglet. Most lenne visszajátszás, akkor megnézem. Itt van a kommentátor, munka, a Fodor úr. Mindjárt bedobja. Bedobja? Jó, hát akkor bedobja. Itt van ismét a medvetek, ez a termető ember. Majd valamikor egy kis segít eszközöl lettünk. Nagyon jó szerelés Szarkától. Ezzel most újból lendületet nyer a Partizán B, és egy hosszú labda. A medve ügyesen kezelte a labda. Igen, nagyon jó kezeli a medve, és kiengedi. Gondolom megfenyegették, nem kap nézek, hogy valamilyen születek közülök hátam üget. Vagy mit szomadsz korobona? Az is lehet. Elfajzott. Na, ez egy hosszú szöktetés. Fantos kikíséri, nagyon jó. És előtte két partizán is kéri a játékszert. Remek brékerős mozdulatokkal hozza. És! Jó passz! Belövi! Nem lövi be! Hát nem lövi be! Láttak már ilyetni. És ott az ellentámadás. Olasz. Aki magyar, de passzol. Jó labda, Fantos hozza a labdát. Remek indítás! Ó, és medve megfogja. Dobás. Viktor, most és Olasz Viktor behozza. Csere történik a pályán. Lejön Szarka, és berepül Horváth. 26-os rajtszámmal. Már beszél, pedig nincs senki környékén, de már beszél. Viktor összeszorított falkkal kirúgja a labdát. Öröm, sérülés történt, mivel nincsen segítséged, és fel kell egyedni. És mutatja, hogy lépési van. Gyere, fogd fel az ember! Visszajött az idegbetegünk. Érdemes rá figyelni, már van egy sárga lapja. Hát, a másik idegbeteg figyel, hogy addig úgy. Úgy, Csongor elviszi. Remek labda! És mehet, és mehet! Nagyon ez hosszú volt, Horváth hosszan szöktette magát. Medve megfogja. Medve, ez olyan medve, ez megfogja. Grizzly. De elengedik. Olyan haja van, hogy ez komolyan, ilyet akarok legközelebb. A Julio Szalomban csinálják ezt 990 ér hétvégenként akciós ára. Igen, ez a termékjelenítő rész volt. Olyan daljár van a hajában, vissza Balázs! Te
És rálép a labdára. Balázs, ha nem tudsz futni, akkor cserélj. Kapufa! A másik pályán is gólt szerezhetett volna Vas. Nem szerzett gólt, kedves néző. Csak sem nem volt tudom élni. Azt hittem, a Csongi visszanyomja majd. Hát igen, ezt jellemzi a mai magyar focit. Nincsen labda, kedves nézők. Itt állunk, várunk, nincs labda. Jön a labda, nagyon jó ívben. Nézzük meg, hogy mi lesz ebből. Idegbeteg veszi a labdát. Van cipő, hát ilyen cipővel nem tudom, hogy most ez hetero lesz. Na mindegy. Bíró arrébb tántorog, már jót például három sört, de nem kér sört egyébként, mert kérdeztük. Felhődött a tömeg, mind a 12 néző. De nem volt semmi veszélyes. Továbbra is 0-0 az állás, ezen a magyar-szlovén derbi. A döntetlen egyébként egy 2 perc. Igen, 2 perc, el kell mondani, hogy a Partizán bén nagyon jó. Golyó, harmadik golyója volt Pantosnak 3 másodperc. És bedobált. Nagyon erre a srácot válok helyet. De nem. Nem szerette volna. Egy micsoda flick-flack. Nagyon jó! Horvát, Horvát! És medvevéd, medvevéd. Nagyszerű kapus, ekkora termettel most lehet, hogy lukon a földbe. Majd a gyepmesternek lehet, hogy lesznek gondolni, de hát ezzel most már nem kell törődni, mert támadnak a szlovének. Támadnak a szlovének. 92-ben alakultak, de lehet, hogy nem. Ezt most csak így szatra mondom, mert olyan magasak. Talán. Mi a véleményed, amit tudok kommentálni szoktál? Sokkal jobb lenne, hogyha benne lennék. Hát ennyi. Őszinte szavak. Kérj egy cserét, a Viktor még nem jött le egyszer sem. A Viktor az egy köcsön. Szakkommentálta. Hozza megint a fehér pólós ember a labdát fölfele. Még mindig nincs visszajátszásban, már nem is lesz. Így is családi potléból kell élnünk. Tehát most ezúton szeretnék kérni valami pénzt. Jó? A nézőktől. Medvénél a labda. Trükkösen ide néz, de nem erre dobja. És most beleír a labdába. Lábbal mondom beleír, de nem! Meg lehet zavarni, meg lehet... Nem lehet. Elrúgja. Üres kapu! Da! Ezt lemérjük, ezt lemérjük. Nem baj, ha megy az időm. Vége. Ennyi volt. Vége. 0-0 lett a vége. A vége 0-0. Szakkommentátorunk Imre László. Imre, jó? Imre László. Kávalirom. És Fodor Péter. Ha velem nyerhettünk volna. Ennyi. Tehát velem nyerhettünk volna. Feri akkor egy új stadion csúcsot rúgott. Kalapács vettük, büszkék lennének rád. Köszönjük szépen, és akkor majd az ismétléssel nem jövünk vissza, mert nincsen ismétlőgépünk. Hol a másik labda? Viszlát.